A válaszolók közt utolsóként Kocsis Máté a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak, tisztelt baloldali képviselők. Arra kérem önöket, hogy fejezzék be a halálkampányt. Egy jó érzésű embernek a gyomra felfordul attól, hogy önök képesek egy ilyen járványhelyzet kellős közepén ennyi megbetegedés, ennyi fertőzött és ennyi szomorú haláleset közepén is halálkampányt, ízléstelen halálkampányt folytatni. Fejezzék be! Unalmas és ízléstelen. Az pedig külön szerencse, hogy ez a gyönyörű mennyezet, amelyik ebben a ülésteremben található, nem szakadt a fejünkre. Önök beszélnek hiteles tájékoztatásról. Kóros Lajossal a bizottságok élén. Azt mondja a Jobbik képviselője, hogy föl is írtam magamnak, hogy a hiteles tájékoztatásnál nincs fontosabb dolog. De hát Szilágyi úr, nem önök mondták a múlt héten, hogy Magyarország csak orosz és kínai vakcinát vesz? Mikor ez nem igaz? Mikor az Európai Uniótól és az Egyesült Államokból is várjuk a vakcinát? Nem önök tévesztik meg véletlenül a közvéleményt? Vagy nem önöknek van fönn a mai napig a Facebook oldalán, hogy a magyar kormány a focisták milliómos fizetését odaadja, mikor ez nem igaz? Az a hiteles tájékoztatás, Szilágyi úr? Vagy Szabó Témának az hiteles tájékoztatás, amikor a kórosféle kamu videó mentősétől idézve elmondta, hogy Magyarországon halnak meg a világon a legtöbben? Az hiteles tájékoztatás? Egyik állításuk sem igaz. Majd párás tekintettel itt felállnak az országgyűlésben, aggódnak, halálkampányt csinálnak, és a legteljesebb természetességgel mondják a képünkbe, hogy hiteles tájékoztatást várnak, miközben az elmúlt fél év nem szólt másról, mint arról, hogy önök hogyan hazudtak a járvány elleni védekezést illetően. És Arató úr, hiába telefonál, maguk egész nyáron áramlopással voltak elfoglalva, meg kokainozással. Maguk ezzel voltak elfoglalva. Maguk egy áramlopó pár. Maguk egy áramlopó pár. Áramlopó, kokainozó baloldal. Áramlopó, kokainozó baloldaliak áramlopó géppel lopják az áramot, Arató úr. Ezt csinálták a járványhelyzet alatt. Mi összefogást kértünk önöktől, önök meg akarták akasztani az érettségit. Önök hazudtak a betegek számáról. Román és orosz lepukkant kollégiumok és laktanyák fotójával ábrázolták a magyar egészségügyet. Nem szégyelik magukat? És utána eljön a nap, amikor itt fölállnak és hiteles tájékoztatást kérnek. Rémhíreket terjesztettek a védőfelszerelésekről. Először azt mondták, hogy nincs elég lélegeztetőgép, majd megtámadták a kormányt, hogy túl sok a lélegeztetőgép, minek vettek ennyi. 60 ezer fertőzöttel riogattak tavasszal már, amikor erre semmilyen statisztikai adat nem volt. Önöknek egyetlen céljuk van, a pánikkeltés és a bizonytalanság növelése. Semmi más céljuk nincsen. Szeretném önöknek azt a mondatot is ide idézni, ami szintén Arató úrtól származott, össze-vissza beszélnek az adatokról. Ezt mondta. Tisztelt képviselő úr, minek számít az, amikor a Magyar Parlament egészségügyi bizottságának, vagy egészségügyel foglalkozó bizottságának az elnöke hamis halálozási statisztikákat tesz közzé? Minek számít az, amikor egy nem létező mentősnek az állításaira, hazug állításaira önök kompletten egy kampányt fűznek rá? Hát akkor legyen kedves, mérjen egyenlő mércével. Az minek számít? Mert ha úgy van, ahogy elmondta, akkor most a kis testvérüket, a szocialistákat felszólítják arra, hogy Kóros Lajost hívják vissza onnan a Népjóléti Bizottság éléről. Azt is szeretném önnek elmondani, amit Gulyás miniszter úrnak rónak föl, bár kiforgatva és a helyszínt megmásítva természetesen ebben sem mondtak igazat, azt az idézetet. De mit szólnak Jávor Benedeknek ahhoz az idézetéhez, ami arról szólt, hogy relatíve ártalmatlan vírusról van szó? Mérjenek egyenlő mércével. Az helyén való mondat volt, Szilágyi? Vagy elég csak egy kiforgatott mondatot hozzávágni a miniszternek a fejéhez? Arra is szeretném az önök figyelmét felhívni, hogy összefogásra lett volna szükség a tavaszi időszakban is. Önök nem szavazták meg a koronavírus elleni törvényt, nem támogatták a veszélyhelyzet meghosszabbítását, és most, amikor igazán nagy szükség lenne arra, hogy a politika egységesen meneteljen, önök, elsősorban a DK-sok, náci férgeknek
és neveznek bennünket és a kormány tagjait, és azt várják, hogy a miniszterelnök megdögöljön. Arató, nem kellene esetleg egy kicsit visszafogni magukat? Ez a szeretett kampány, amit Gyurcsány Ferenc elindított október 23-án? Ez a szeretett nyelve, amit önök elindítottak a járvány kellős közepén? Hazudnak, hazudnak, hazudnak. Fejezzék be a halálkampányt.